A Bermuda háromszögről azt beszélik, hogy titokzatos vidék, amely hajókat, repülőgépeket és életeket emészt el. Valami nagyon furcsa folyik itt. Néhányuk sosem kerül elő. Sokáig kutattunk, de semmit sem találtunk. Mások síremlékként végzik az óceán fenekén. A Bermuda háromszög az UFO-k és az emberrabló földön kívüliek mellett a legrettegettebb természet fölötti jelenségek egyike. Most úgy kíséreljük meg felfedni a titkot és feltárni a mítosz hátterét, hogy elrepülünk a Bermuda háromszög szívébe. Mindennapi tudomány. A Bermuda háromszög. Az Atlanti-óceánnak ez az 1 millió négyzetkilométerre Bermuda háromszögként ismert. Az itteni időjárási viszonyok repülőgépeket és hajókat pusztítanak el. A Bermuda háromszögben egyetlen hurrikán több energiát hordozhat, mint 10 000 nukleáris bomba. Az óceán hullámai 15 méterre, 5 emeletnyi magasságba is felcsaphatnak. Az akár 320 km per órás szél négyszer erősebb annál, ami már viharnak számít. Ismeretes, hogy ez a háromszögletű vízfelület Miami, Bermuda és Puerto Rico között csendes időben is szedi az áldozatait. Voltak, akik minden nyom, segélykérés és a történetüket elmesélő túlélők nélkül tűntek el. Mások a hullámsírban, a hajók és repülőgépek temetőjében nyugszanak. Megbízható statisztika nem létezik, de voltak hajók, repülőgépek és emberek, akiknek magyarázat nélkül veszett itt nyoma. ...1918-ban a USS Cyclops nevű teherhajó kifutott Barbadosról. Nem sokkal később minden kapcsolat megszűnt vele. 1963-ban az SS Marine Sulfur Queen még bejelentkezett Key West közelében, de soha többé nem került elő. A tudósok állítják, hogy semmi szokatlan nincs a háromszög vizeiben, és valószínűleg igazuk is van. A mesék és legendák idővel mégis egyre jobban terjednek. De honnan származik ez a mítosz a tenger egy darabjáról? A II. Világháborút a hidegháború és egy nukleáris konfliktus rettenetes kilátása követte. A bizonytalanság és a félelem adott tápot a magyarázat nélküli mítoszoknak, amelyek elárasztották a filmeket és a tömegkultúrát. Azonosítatlan repülőtárgyakról számoltak be Amerika felett. Számos személy eltűnését magyarázták az űrből jött emberrablókkal. A kor emberei elképzelhetőnek fogadták el ezeket a légből kapott meséket. A tudományos fantasztikum korának ezek a feszültségei szülték az eltűnt emberekről és természetfeletti jelenségekről szóló könyveket és újságcikkeket. Ezzel egy időben a légi és tengeri utazások és ezzel az áldozatok száma is jelentősen felszökött. Az 1960-as évek közepén az Ergoszi magazin egyik szerzője megalkotta a Bermuda háromszög kifejezést és ezzel tovább hízlalta a mítoszt. Mi az igazság a legenda mögött? Elméleti szakemberek, kutatók, különcök, szakértők és szemtanúk sereglenek a Bermuda háromszög rejtélye körül. Paul Vance a mítosz hívőinek egyike. Azt állítja, hogy az egyik hajóútja során valami különöset, talán egy UFO-t látott.
A barátommal, Doug Gordonnal éppen kifutottunk West Palm Beachből. Egy fehér fényforrásra figyeltünk fel, mely átvágott az égen, majd megállt. Nem repülőgép volt, csak egyetlen fehér fény. Miután megállt, egy felhő jelent meg alatta, amely úgy forgott, mint egy tornádó. A tornádónál viszont rövidebb volt. Majdnem ugyanabban a pillanatban, amikor észrevettem, hogy a fehér fény megáll, a hajómotor rángatni kezdett. Paul Vance történetét nem lehet bizonyítani, sem megcáfolni. A tudomány viszont a Bermuda háromszög sok rejtélyére kínál megoldást. A legközismertebb elméletek egyike az időjáráson alapszik. A szélsőséges időjárás a világ minden táján érinti a hajó és a repülőjáratokat. Ez alól a Bermuda háromszög sem kivétel, itt tombol a bolygó legfélelmetesebb viharainak egy része. Lehetséges, hogy az időjárás ilyen szélsőségei felelnek a Bermuda háromszög sok eltűntjének sorsáért. Az első és legnyilvánvalóbb jelölt a hurrikán. Ezek a hatalmas, örvénylő eső- és felhőtömegek a Föld legnagyobb viharait keltik. A több száz kilométeres körben akár 320 km/h száguldó szél minden útjába kerülő jármű számára maga a katasztrófa. A teljesítményük még az olyan tapasztalt hurrikán vadászt is meglepi, amilyen a viharfényképész Jim Edz. Ő a hurrikán teljes erejét megtapasztalta a Bermuda háromszögben. Egy ház földszintjét filmeztem, amit csupaszra nyírtak a hullámok. Éppen átvágtam az úton, amikor jött egy hullám, és elkapott hátulról. Edz kis hián az életét vesztette, amikor elsodródott. A vihar 90 méteren át sodorta magával, mielőtt kivergődött belőle. Minden hurrikán erejét és haladási irányát tudósok tartják szemmel a Miami Hurrikán előrejelző központban. Minden erőfeszítésük ellenére a természet képes meglepetéseket okozni. Az olyan vihar elképesztő ereje, amilyen az 1992. augusztusi Andrew hurrikán, még az időjárás olyan szakértőit is meglepi, mint amilyen Jim Lushine. Az eredmény olykor szívszaggató. A hurrikán központban dolgoztam, a műholdas felvételek alapján adtam ki a helyi jelentéseket. A feleségem, akivel 20 éve laktunk abban a házban, a két lányunkkal, felhívott és azt mondta, hogy szerinte elkerül minket, mert nem túl erős a szél. Nem, drágám, mondtam. Ez most komoly. Amikor az Andrew hurrikán elérte a Bermuda háromszög peremét, minden dühével lecsapott a Dade megyében álló házukra. Néhány órán át semmit sem hallottam arról, hogy mi történt velük. Hazafelé menet, amikor befordultam az utcánkba, láttam, hogy a házból szinte semmi sem maradt. Félelmetes pusztító erejük miatt a hurrikánok a Föld legalaposabban tanulmányozott időjárási rendszerei közé tartoznak, és minden bizonnyal a legracionálisabb magyarázatai a Bermuda háromszögben végbe menő tragikus eseményeknek. A hurrikánokkal kapcsolatban megismert minden tény hozzájárulhat a háromszög rejtélyének megfejtéséhez. Az űrből figyeljük minden mozdulatukat. Itt a Földön vannak kutatók, akik szándékosan bele is repülnek a hurrikánok szívébe, hogy kiderítsenek valamit. Az egyikük Robert Rogers. A hurrikánokat tanulmányozom, méréseket végzek, ezért belerepülök a viharba. Számítógép segítségével próbálom jobban megérteni a működésüket és a kialakulásukat. Nyomon követem az olyan tényezőket, amelyek az intenzitás változását vagy az esőt okozzák. Először is egy meleg víztömegre van szükség. A víz tulajdonképpen a hurrikán üzemanyaga. Vízre van szüksége, hogy fenntartsa magát, hogy biztosítsa az energiát a szél, lényegében az egész vihar mozgatásához.
A vihar fenntartásának másik szükséges kelléke a kedvező szél. Ha a szél például különböző irányba fúj a különböző magasságokon, akkor a vihar nem lehet tartós. Ma a műholdas technológia figyelmezteti a háromszög belsejében utazókat a közelgő hurrikánra. A jobb navigációs eszközökkel együtt ez megmagyarázza, hogy miért fordult elő egyre kevesebb eltűnéses eset az elmúlt években. Ám a hurrikánok nem adnak választ mindenre. A hurrikán szezon csupán 6 hónapig, júniustól novemberig tart, az eltűnések jó része viszont ezen az időszakon kívül történt. Egy másik természeti jelenség is hozzájárulhat a problémához. A víztölcsérek, azaz trombák mindennaposak Dél-Florida partjainál, és ezek is halálos veszélyt jelentenek. Az a Miami feletti vihar tornádóból vált víztölcsérré. A szél sebessége elérte a 175 km/h. Itt Dél-Floridában elég gyakran előfordulnak. Nagyon látványos jelenség. Gyakran látunk több víztölcsért egy sorban. Általában 5-10 percig maradnak fenn. A víztölcsérek azonban váratlanul bukkannak fel. Tudom, hogy odakint az időjárási viszonyok veszélyt jelenthetnek a hajókra. Keletkezhet egy víztölcsér, mi alatt az emberek a kajütben ebédelnek, és egyenesen lecsaphat rájuk, anélkül, hogy észrevennék. Bár veszélyesek és kiszámíthatatlanok, a víztölcsérek ereje nem elég ahhoz, hogy nagy hajókat süllyesszenek el, vagy magasan szálló repülőgépek lezuhanását okozzák. Mi a helyzet az időjárás megszokottabb elemeivel, például a zivatarokkal? Hozzájárulhattak a Bermuda háromszög legendájának kialakulásához. A zivatar akkor jön létre, ha a felemelkedő meleg, párás levegő hideg légréteggel találkozik. A Bermuda háromszöghöz hasonló területek, ahol a felmelegedő levegő folyamatosan felfelé száll, éppen megfelelőek. A tengeren a zivatar gyorsan kialakul, és a gyanútlan repülőgépekre és hajókra zúdítja minden pusztító erejét. A zivatarok velejárója a villámlás, ami állandó veszélyforrás a világnak ezen a részén. Dave Easy 14 éve vezeti a Stuart Cove Diving búvárhajóit Nassau-ban. Szinte minden nap alámerül a Bermuda háromszög vizébe. Zivatarba keveredtünk. Volt néhány szoros helyzet. Minden villámcsapást éreztünk. Tudtuk, hogy ha meghalljuk a mennydörgést, akkor el kell engedni a kormánykereket, különben enyhe áramütés ér. Egy idő után az antenna olyan hangokat kezdett kiadni, mintha darásfészek volna benne. Valósággal zümmögött a felhalmozódott statikus elektromosságtól. A villámlás zavaró és akár halálos is lehet, de a nagyobb hajók és a repülőgépek általában védettek, és egy villámcsapást még kibírnak. A víztölcsérekhez és zivatarokhoz hasonlóan a villám is csak részben ad magyarázatot a mítoszra. Minden logikus magyarázat ellenére az egyik eltűnéses eset minden másnál jobban hozzájárult a Bermuda háromszög legendájának kialakulásához. Egy derűs napon, a II. Világháború végén a haditengerészet 5 repülőgépe és 14 fiatal katonája tűnt el nyomtalanul. Az amerikai haditengerészet Flight 19-esének eltűnése a Bermuda háromszög legnagyobb rejtélyeként került be a köztudatba. A sok emberélet elvesztését még tragikusabbá tette, hogy alig néhány hónappal a világháború után történt. Ezeken a felvételeken a Flight 19-es személyzete látható. Amerika egyik legtitokzatosabb esetének áldozatai lettek. A Bermuda háromszög mítosza ezzel világszerte ismertté vált. Az eltűnése óta vad és különös legendák alakultak ki a Flight 19-es körül, de lássuk a tényeket. Talán senki sem tud többet a hírhedt tragédiáról, mint a Bermuda háromszög lelkes szakértője, az író Jean Cusar. A háromszöggel kapcsolatban úgy tekintek magamra, mint aki megírta a teljes biográfiát. Minden mítoszt és minden tényt, a kitalált történetek, legendák és szóbeszéd helyett.
Kuszár a Flight 19-esről szóló valamennyi történelmi feljegyzést áttanulmányozta és meghallgatta a szemtanúk beszámolóit. A hivatalos jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a műszerek meghibásodása volt az első jele a Flight 19-es problémáinak. De mi történt valójában? Megtudhatunk-e valami újat, ha megismételjük az útjukat? Talán elsőként repülünk végig a balsorsú Flight 19-es tervezett útvonalán egy eredeti második világháborús Avenger gépen. A Flight 19-es a tapasztalt pilóta Charles Taylor vezetésével szállt fel onnan, ahol ma a Fort Lauderdale nemzetközi repülőtér áll. Négy gép három emberrel, egy pedig kétfős személyzettel indult el a négyszög alakú útvonalon Fort Lauderdale-ből, Biminin és Great Harbor Cayen át Grand Bahama szigetéig, majd vissza a bázisra. Az időjárás jó volt és az út egyszerűnek tűnt. Az első szakasz Biminibe vezetett, mintegy 90 kilométerre a Fort Lauderdale-i bázistól. Útközben torpedógyakorlatot tartottak a Chicken and Hen zátonynál. A terv szerint keletre haladtak tovább 91 fokos irányba 107 kilométeren át. Ezután észak-észak-nyugat felé tettek meg 117 kilométert. Végül balra fordulva egyenesen a Fort Lauderdale-i bázis irányába álltak. A feljegyzések szerint az út első három szakaszát meg is tették, a negyediken viszont nem repültek végig. A kapcsolat este 7 óra 4 perckor megszakadt, és azóta senki sem látta őket. Egyetlen roncsdarab vagy maradvány sem került elő. Az út tragédiával zárult a Flight 19 személyzete és az őket visszaváró barátaik és szeretteik számára. Obi O'Brien a haditengerészet nyugállományú pilótája, háborús hős, aki a szerencsétlenséget követő évben vonult be. Ő vezeti majd az Avenger bombázót, amilyenekkel a Flight 19-es is repült. 1950-ben egy Corsairrel repültem, a Corsair szakasz tagjaként. A USS Boxerrel mentünk Koreába. 41 néhány bevetésen vettem részt, akkor kaptam a kitüntetést. Obi ugyanannak a nemzedéknek a tagja, mint a Flight 19 fiatal és lelkes személyzete, akik hálát adtak, hogy túlélték a második világháború minden veszélyét. Utunk hitelessége érdekében ugyanolyan egyszerű eszközök segítségével navigálunk, mint a 19-es és sok más pilóta éveken át. Csak az iránytű és a lenti szigetek látványa segít tájékozódni. Ugyanarról a Fort Lauderdale-i kifutóról szállunk fel, ahonnan a 19-es, ugyanabban az időpontban, délután 2 óra 10-kor, bár az időjárás most valamivel jobb. A 19-es útján 60 évvel ezelőtt a gondok első jele az volt, amikor Charles Taylor hadnagy rádión közölte, hogy nem biztos a helyzetében. Jim Ward egy közeli hadihajón volt híradós, és hallotta a balvégzetű repülősök rádió üzeneteit. A parancsnok bejelentkezett, és a tornyot hívta. Arra kérte őket, hogy kapcsolják be a radart, és igazolják a helyzetét, mert ő nem tudja biztosan, hogy hol van. Érthetetlennek tűnik, de Taylor a jelek szerint azt hitte, hogy Florida Keys a mexikói öbölbe 160 km hosszan benyúló szigetlánc felett jár. Valószínűleg onnan majdnem 320 km-re volt északkeletre. A torony 15-20 perc múlva jelzett vissza, hogy nem látják a radaron. Megkérdezték, sejti-e legalább, hogy merre jár. Ő azt felelte, hogy szigeteket lát maga alatt, mire azt kérték, hogy próbálja meg azonosítani őket. A rádióbeszélgetések pontos jegyzőkönyveiből kiderül, hogy Taylor nehézségekkel küzdött. Egyik iránytűm sem működik. A floridai Fort Lauderdale-t keresem. Szakadozott szárazföld felett vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy a Keys, de nem tudom, hogy melyik része és hogy hogyan jutok innen Fort Lauderdale-be. Akadálytalan repülés után a mi gépünkön is jelentkeznek bajok.
Meglepő módon majdnem pontosan akkor, 3 óra 50 körül, amikor Taylor is bejelentette a műszerek meghibásodását. Az Avenger elfordulási jelzője is hibásan jelez, megnehezítve a pilóta számára a fordulók sima, zökkenőmentes végrehajtását. Forduljunk keletre, 2 fok irányába! Túlságosan eltértünk északra a keleti iránytól. Meg sem látnánk, ha ott volna valami. A felszállás óta már 3 óra telt el. Még legalább 3 órára elegendő üzemanyaguk volt. A repülősök vitatkozni kezdtek. A Flight 19-es egy másik pilótája, Edward Powers kapitány megkísérelte átvenni az irányítást, hogy nyugat felé fordítsa őket. A fenébe! Ha nyugat felé mennénk, akkor hazajutnánk! A mi útunk következő órája gond nélkül zajlik, és Great Harbor Key már jól látható alattunk. Balra fordulunk és észak felé tartunk, Grand Bahama az útvonal legészakibb pontja felé. Odáig még 1 óra az út. A 19-esnek itt kellett volna nyugatra fordulnia, hogy hazatérjen, csak hogy ekkor már irányt tévesztettek, az üzemanyaguk vészesen fogyott és gyorsan közeledett az est. Nem mentünk elég messze keletre. Mennyit tértünk ki kelet felé? Most nyugatra tartunk. Irány 270. A 19-es útját bejáró repülésünkön újabb érdekes akadály jelentkezik. A mellettünk repülő gép, amelyről az Avengert fényképezik, bejelenti, hogy az ő elfordulási jelzőjük sem működik helyesen. Pontosan ugyanaz a műszer, amely a mi gépünkön megbolondult. Teljesen lefagyott. Valami nagyon furcsa folyik itt. Mi történt pontosan, és ami még fontosabb, miért? Már csaknem 2 órája repülünk a Flight 19-es útvonalán, és mindkét gépünkön meghibásodtak a műszerek. Alig valószínű, hogy már a felszállás előtt is hibásak voltak. Bármi legyen is a magyarázat, kísérteties érzés fog el, miközben végül nyugatra, Fort Lauderdale felé fordulunk. Ez az utolsó szakasz megmenthette volna a 19-es személyzetének életét. A 19-es nem kanyarodott nyugat felé. Az 5 repülőgép rohamosan fogyatkozó üzemanyaggal egyre tovább repült keletre a nyílt óceán és a leszálló sötétség felé. A 270-es irányt tartjuk, amíg el nem érjük a partot, vagy ki nem fogy az üzemanyag. Amint az egyik gépen 40 liter alá megy a mutató, együtt szállunk le a vízre. Mindenki megértette? Az utolsó, amit a rádión hallottunk, az volt, hogy megkérdezte, mennyi üzemanyaguk maradt. A válasz az volt, hogy 1/2 órára vagy 20 percre elég. Kivártuk azt a 1/2 órát, de a rádióban már semmi sem hallatszott. Tudtuk, hogy leszálltak valahol, azt viszont nem, hogy hol. Minden elérhető hajót és repülőgépet kiküldtek a keresésükre. A haditengerészet előírásai szerint ilyen helyzetben valamennyi gépnek egyszerre kell leszállnia. Senki sem tudja, hogy mi lett a Flight 19-es gépeinek sorsa. Miért nem került elő egyetlen ember, mentőmellény és az 5 darab 6 tonnás gép roncsainak egyetlen darabja sem? Szinte éreztem a 60 éve meghalt 14 bátor ember jelenlétét. Nagyon kiózanító élmény. A Flight 19-es eltűnése és a sajtó azt követő hírverése megalapozta a Bermuda háromszög legendáját, és ma is a legközismertebb rejtélye. Ám az 1945-ben elvesztett 5 gép korántsem az utolsó az eltűntek sorában. 1948. december 27-én egy DC-3-as szállt fel a Puerto Rico-i San Juanból és indult Miami felé. Nyomtalanul eltűnt. 1963. augusztus 28-án 2 hatalmas KC-135-ös légi üzemanyagfeltöltő katonai gép zuhant le,
A Miami közelében működő Homestead légibázisra visszatérőben. Egymástól 150 méterre repültek, amikor egyszerre zuhanni kezdtek a mintegy 10.800 méteres magasságból. Ez a két gép nem tűnt el. A roncsaikat megtalálták, de a szerencsétlenségre senki sem tudott magyarázatot adni. Összeütközött volna a két gép, vagy a pilóták hibáztak? Lehet, hogy az igazság sohasem derül ki. Ez az eset is bekerült a Bermuda háromszög legendái közé. A Bermuda háromszög mítoszának hátterét kutatva minden követ megmozgatunk. Megvizsgáljuk a műszaki hibák és pilóták tévedéseinek lehetőségét. Elképzelhető, hogy az emberi tényező és a térérzékelés zavara áll egyes gépek eltűnésének hátterében. Az óceán felett repülő pilóták könnyen elveszítik tájékozódó képességüket, még a fent és a lent, illetve a bal és a jobb irányt is összetéveszthetik. Az emberi szervezet nem alkalmazkodott a nagysebességű, a földtől távol végzett mozgáshoz. Még derűs időben is könnyű összezavarodni és összetéveszteni az eget a vízzel. Különösen igaz ez, ha a fény tükröződik az óceán felszínén, ami ezen a környéken mindennapos. A pára és a köd tovább ronthatja a helyzetet. Ha az ember nem tudja, hogy merre van a fent és a lent, akkor könnyen belerepülhet egyenesen az óceánba. Jól ismeri a pilóták térbeli tájékozódási képességének veszélyeit Carol Collins, floridai pilóta oktató. Szerinte a Bermuda háromszög legendája rendkívül egyszerűen megmagyarázható. Ha a levegő egy kicsit párás, akkor a horizont nem rajzolódik ki olyan élesen. Ha errefelé nézünk ki, akkor kivehető a láthatár, de határozottan kevésbé éles, mint a másik oldalon. Most egy kissé megdöntöm a gépet. Lassan kanyarodunk és emelkedünk. Észrevehetik, hogy semmit sem éreznek. Fokozatosan lefelé fordíthatom a gépet, és ha nem ereszkedem olyan gyorsan, hogy pattogni kezdjen a fülük, akkor észre sem veszik, hogy csökken a magasság. Collins nem hisz a mesében. Szerinte a Bermuda háromszög számos balesetében a stressz, a kimerültség és a tájékozódás zavara játszik szerepet. Ám mi a helyzet az eltűnt hajókkal? Lehet, hogy itt is az emberi tényező számít. Ezzel a légkörkutató Chris Lancy szerint is sok baleset megmagyarázható. Nem tudósként, hanem helybeliként azt kell mondanom, hogy a Bermuda háromszög számlájára írt problémák jelentős részét az emberek okozzák. Rengeteg ember van, aki ostobán viselkedik, ostoba helyen keveredik bajba, és szeretné másra kenni a felelősséget. Ismerve az emberi természetet és tudva, hogy hány esze mentél errefelé, az esetek nagy részéért az ítélőképesség hiányát tartom felelősnek. Van egy szervezet, amely egyedülálló, első kézből származó ismeretekkel rendelkezik a Bermuda háromszögben bajba jutott hajókról. Az Egyesült Államok parti őrsége. Az Egyesült Államok egész területén részt vesznek a mentőakciókban. John Guthrie tengerész altiszt a Miami parti őrség egyik helikopterén szolgál. Büszke rá, hogy a világ legfoglalkoztatottabb tengeri mentőszolgálatának tagja. Pontosan tudja, hogy az ember milyen könnyen elveszíti az irányérzékét. Gyakran párás a levegő. Az igazán tiszta napokon pedig a tenger éppen olyan, mint az ég, és az ég olyan, mint a tenger. Az Egyesült Államok parti őrsége szerint a környéken az elmúlt 60 év során történt repülőgép és hajó szerencsétlenségekre visszatekintve semmi sem indokolja, hogy a veszteségekért az emberi tévedéseken és műszaki hibákon kívüli okokat keressünk.
A parti őrség naponta átlagosan 11 életet ment meg, és 130 bajba jutott emberen segít. Az utóbbi években a segítségre szorulók nagyobb hányadát tudták kimenteni. Ez az IPERB nevű eszköz egy új, a korábbiaknál pontosabb típusának köszönhető. Az angol betűszó a helyzetet is megadó rádiós vészjelzőt jelent. Az IPERB-öknek 1982-es bevezetésük óta több mint 14 ezer ember élet megmentését tulajdonítják. A Bermuda háromszögben évente több ezer mentést hajtanak végre, és az IPERB-ök kulcs szerepet játszanak a bajba került járművek felkutatásában. A vízbe is magukkal vihetik, ha a hajó süllyed. Amikor bekapcsolják, akkor az IPERB 4-6 műholdas kapcsolat alapján egy egyedi kóddal ellátott jelet bocsát ki. Az Egyesült Államok parti őrsége hivatalosan nem ismeri el a Bermuda háromszög mítikus tulajdonságait. Mégis előfordul, hogy a parti őrség képtelen rátalálni egy elveszett járműre, még akkor is, ha azon volt IPERB jeladó. A Bermuda háromszögben előforduló eltűnések nagy részét valószínűleg a rossz idő, emberi tévedés vagy egyszerű műszaki hiba okozza. Egyes szerencsétlen esetekben mindez együttesen is felléphet. Különös eset történt meg a Miami-ban élő ingatlanfejlesztővel, Bruce Gernonnal. Nem sokkal azután, hogy a megszokott módon felszállt a Bahamák egyik szigetéről, Androsról, és Miami felé indult, Gernon állítása szerint egy lentikuláris, azaz lencse alakú felhőre lett figyelmes. Bár ilyenek általában a hegyek körül figyelhetők meg, ez a parttól több kilométerre lebegett a bahamai nagy homokzátony felett. Gernon szerint a felhő nyúlványai egy alagutat formáltak, amelyen túl látszott a kék ég. Amikor belerepült, ragyogó fényvillanásokat látott, de villámot nem. Úgy érezte, hogy az egész felhő tele van energiával. Elmondása szerint az alagútban különös vonalak tűntek fel, és forogtak lassan az óramutató járásával ellentétes irányban. A vonalak az egész, becslése szerint 15 km hosszú alagúton végigfutottak. Több mint 3 perc kellett volna hozzá, hogy kiérjek a másik végén. De csak 20 másodpercig tartott. Gernon a súlytalansághoz hasonló érzést tapasztalt, és hátranézve kondenszcsíkot látott a szárnyak hegyén. Figyelte, amint mögötte az alagút összeomlik. Gernon hite szerint az elektromágneses energia különleges elektromos ködöt hozhat létre a gép körül. Az egészben az volt a legkülönösebb, hogy nem repültem keresztül a ködön. Vele együtt repültem. Ez nem közönséges köd, mert elektromágneses energia van benne. Ekkor, ahogyan Gernon meséli, a köd néhány másodperc alatt eloszlott, és ő azt látta, hogy már is Miami felett jár. Az órájára nézve döbbenten észlelte, hogy csak 33 perce szállt fel, pedig az út több mint egy órás. Gernon története a gépét körülvevő különös elektronikus ködről olyan bizarr, hogy nem adható rá egyszerű fizikai magyarázat. A háromszög mítosza egy másik embert is megbabonázott, aki egyedi stílusú amatőr tudósként tanulmányoz egy általa hasonlónak ítélt jelenséget. John Hutchinson azt állítja, hogy a Vancouveri lakásában összetákolt laboratóriumban tárgyakat lebegtetett és fémeket hajlított meg az általa Hutchinson effektusnak elnevezett elektromágneses erő segítségével. Hite szerint ugyanazt a különös elektromos ködöt látta, amit Gernon is. Van, aki mint holdkóros álmodozót semmibe veszi Hutchinsont. Mégis akad, aki a tudomány úttörőjének tartja. Az oktatási rendszerben csak a 8. jutottam. Nincs semmilyen végzettségem.
have no qualifications whatsoever. A fémes köd, amit a saját kutatásaim során létrehoztam, Bruce Gernon elektromos ködére hasonlít. Összehasonlítottam a beszámolót a fémes köddel. Én sűrű, szürkés-fehér anyaggömböt láttam előtűnni a semmiből. Tudom, hogy a kettő kapcsolatban áll egymással. Hutchinson története 1980 májusában kezdődött, miközben a kis lakásban kísérletezett. Elmondása szerint azt vette észre, hogy a létrehozott elektromos mező közelében a tárgyak finoman elmozdultak. Megpróbálta a tárgyakat a mező különböző pontjaira helyezni, és egyszer csak sikert aratott. Egy 27 kg-os ágyúgolyót lebegtetett az asztal felett. Az első kísérleteim nagy érdeklődést váltottak ki a tudományos élet minden területének képviselőiből. A levitációval és a fémek különös formákba hajlításával foglalkoztam. Mindenki úgy vélte, hogy az általam felfedezett technológia széles körben alkalmazható. Hutchinson azt állítja, hogy a tárgyak lebegését és a fém átalakulását rádióhullámok és erős, millióvoltos elektromágneses terek együttes alkalmazásával éri el. Módot talált volna a gravitációs erő semlegesítésére. A tudományos világ a jelek szerint nem veszi komolyan a bejelentéseit, és mivel az egyetlen bizonyíték Hutchinson saját készítésű filmje, igazolni sem tudja az állítását. Hutchinson azt állítja, hogy a filmre vett jelenség hajtóereje egy rendkívüli energiaforrás. Elmondása szerint valami köze van a nullponti energia bizonyítás nélküli elméletéhez. Néhány liter 100 évre biztosíthatná a Föld energiafogyasztását. A tudósok szerint a kinyerhető nullponti energia elképzelése teljesen elméleti jellegű. Hutchinson mégis hisz abban, hogy felszabadította ezt a rejtett energiát. Abban is hisz, hogy a Bermuda háromszögben ez az energiafajta természetes módon létezik, és olyan hatásokkal jár, amilyeneket állítólag ő figyelt meg házi laboratóriumában. Hite szerint ezek a nullponti erők képesek meggörbíteni és összegyűrni a repülőgépek törzsét és felszakítani a hajótesteket. Hutchinson hisz abban, hogy amatőr kísérletei fényt vethetnek a Bermuda háromszögben működő erőkre, bár egyelőre ellenőrizni és megismételni sem sikerült őket. Egyetlen ismert hajó vagy repülőgép roncs sem viseli magán az általa leírt nyomokat. Elméletei az energia elektromágneses úton történő felszabadításáról tovább táplálják a Bermuda háromszög mítoszát, de egyáltalán nem világítják meg a megtörtént események körülményeit. Ám vannak mások is, akik a mágneses erőket kapcsolatba hozzák a Bermuda háromszög legendájával. A Föld olyan, mint egy hatalmas mágnes. Magnetoszféra, a sarkok között ívelő mágneses tér öleli körül. Ennek a mágneses térnek az egyik hatása olykor látható is az Aurora Borealis, vagyis az északi fény formájában. A villogó fényjelenség akkor lép fel, amikor a Föld mágneses tere által a sarkok felé terelt részecskék a légkörbe ütköznek. Ez a mágneses tér forgatja az iránytűt, amely a navigáció elsődleges eszköze volt a GPS műholdak megjelenéséig. Az iránytű a mágneses észak felé mutat, amely irány ritkán esik egybe az északi sarkéval. Ezt a tényt a navigátorok megtanulták kiegyenlíteni. Régóta ismert, hogy a Bermuda háromszögben van valami különös. Néhányan azt a nézetet képviselték, hogy ez a navigációt nehezíti meg a területen. Ez az egyik olyan hely a Földön, ahol a mágneses és a valódi északi irány valóban egybeesik. Egy másik ilyen hely Japán partjai mellett szintén mitikusan hírhett a hajótörésekről.
Nehéz elképzelni, hogy a mágneses és a valódi észak ilyen egybeesése miként okozna nehézséget egy képzett navigátornak. Ám a Föld mágneses teréről más tényeket is felfedeztek. Tény, hogy a Bermuda háromszög felett a magnetoszféra gyorsabban változik, mint a bolygó bármely más pontján. Ebben az értelemben a Bermuda háromszög egyedülálló hely a Földön. A bizonyíték pedig a világűrből érkezik. ...1999-ben a NASA egy rakétája dán kutatók által épített, apró 60 kg-os műholdat állított pályára. Az Ørsted azóta több mint 25 ezerszer haladt el a Bermuda háromszög fölött a Föld mágneses terének erősségét mérve. Megfigyeltük, hogy a fő tér, vagyis az, amelyet a Föld folyékony magja kelt, Bermuda térségében jelentősen megváltozott. A műhold adatai a bolygó szívében zajló folyamatok mérésére szolgálnak. A Föld magja feltehetően szilárd vas, a magnetoszférát viszont feltehetően a roppant dinamóként forgó folyékony külső mag mozgása kelti. Egy dán kutatócsoport összehasonlította az eredményeket a 20 évvel korábban az amerikai Magzat által mért értékekkel. Ekkor első alkalommal szenteltek külön figyelmet a Bermuda háromszögnek, és drámai eredményeket kaptak. A Magzat és az Ørsted eredményei alapján összehasonlítva a mágneses tereket kiderült, hogy Bermuda környékén a tér 20 év alatt 6%-kal gyengébbé vált. A bolygó mágneses tere a Bermuda háromszögben gyorsabban gyengül, mint a Föld bármely más pontján. Az eredmény bámulatos, de vajon mi okozza a változást? Az óceán és a levegő áramlatai évszázadok alatt is alig változtak. A Föld kérge évmilliók alatt alakult ki. A dán kutatók ezért úgy vélik, hogy a mágneses tér gyengülésének oka mélyebben a Föld tüzes folyékony magjában keresendő. Elképzelésük szerint a mágneses változásokat egy erős örvény, afféle vihar okozhatja, amely mélyen a mag olvat vasában dúl, éppen a Bermuda háromszög alatt. Vajon választod-e a mágneses tér gyengülése arra, hogy miért vívott ki magának olyan félelmetes hírnevet a Bermuda háromszög? Lehetséges, hogy a jelentősen megváltozott tér a navigációs rendszerekre vagy az időjárásra is hatást gyakorol. Ha hatalmas vihar kavarog mélyen a Bermuda háromszög alatt az olvadt kőzetben, akkor hathat-e ez valamilyen különös módon a hajósokra és repülősökre? Vagy a hajókra és a repülőkre? Ezek a feltevések valószínűtlennek tűnnek. A Föld mágneses tere rengeteget változott az évmilliók során, és ma is változik. Nehéz elképzelni, hogy a Bermuda térségben csak valamivel nagyobb változás bármilyen hatással lenne a navigációra, a hajókra és repülőgépekre, vagy az azokat vezető emberekre. A kérdéseket azonban újra nyugvóllává, de több kérdés merült fel, mint ahányra választ találtunk. Annyit tudunk, hogy a rejtélyek nagy részére létezik magyarázat. A Flight 19-es titokzatos tragédiáját valószínűleg emberi hiba okozta. Sok hajó és repülőgép veszett oda a Bermuda háromszögben, de rengeteg veszett el a világ más tájain is. Igazán úgy gondolom, hogy van ott valami, de a válaszokat nem ismerem. Állítólag UFO-kat is láttak ott, de az a magyarázat is valószínűtlen. Amióta azt láttam akkor éjjel, én is azt hiszem, hogy van valami a Bermuda háromszögben. A nyomtalanul elsüllyedt hajók a szélsőséges időjárásnak eshettek áldozatul. Tudom, milyen szörnyű lehet az idő odakint. A repülőgépek a pilóták térbeli tájékozódásának zavara miatt tűnhettek el nyomtalanul.
Nagyrészt csak a stressz és a pilóta fáradtsága okozza. Meghallgattuk egy ember történetét az eltorzult időről és az elektromos ködről, és egy másik, képtelennek tűnő állításait a levitációról és a fémeket hajlító elektromágneses erőkről. Néhány liter 100 évre biztosíthatná a Föld energiafogyasztását. A legérdekesebb talán az a felfedezés, hogy a Föld mágneses tere a Bermuda háromszög fölött gyorsabban gyengül, mint a Föld más pontjain. Ám bármennyit is kutattunk, nem találtunk magyarázatot a háromszög különös hírére. A Bermuda háromszög megőrizte titkait. De lehet, hogy ennek így is kell lennie, és meg kell maradnia a Föld egyik legnagyobb rejtélyének. Narrátor Hász van der Péter, munkatársak Horváth P. Tamás, Férentine Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Master Film Digital készít.